Tisztelt emlékező földieim, tisztelt polgármester úr! 1945 őszén, így október végén egy nagyon magas, arisztokratikus, külsejű plébános került jóra Kozár Gyula személyében. Nem sokkal előtte tábori papként ott volt Lengyelországban, Varsó ostrománál is, sőt megtudtam tőle, hogy később maguk a lengyel tábornokok is kérdezték, hogy mire emlékszik, amikor Varsó ostroma volt. Ide kerülvén akkor alakultak meg a pártok, és a kommunista párt is, mint egy ilyen jóindulat megnyeréseként meghívta a plébánost, hogy jöjjön el, mert még ők is föl fogják tenni a párthelységbe a keresztet, és mondjon ott egy imádságot. Kozár Gyula azt mondotta, nem megyek. Elküldte az öreg zárdai lelkészt, és a fiataloknak, akik akkor alakultak a katolikus legényegyletben, a Kalotban, többek közt apám is ott volt, azt mondta, rövidesen kidobják a keresztet, megszüntetik majd a pártokat, lesz a kollektivizálás, és minden úgy fog történni, mint a Szovjetunióban. A jóslata bevált. Ő aztán innét elkerült, azt szerette volna, hogy káplánja legyek, oda is kerültem, de aztán tovább vezényeltek, még akkor sem mondott el semmit, de megérte a rendszerváltást, és akkor halál előtt elmondotta, hogy valójában kicsoda ő. Ő a cári családnak a leszármazottja volt, amikor kitört a bolsevik forradalom, valaki őt kimentette, és elkerült Kárpátaljára, és aki emlékszik rá, egy kiváló magyar lett belőle, és mindent tudott saját családja, hazája történelméből, hogy itt mi fog történni, és beigazolódott. A történészek szerint sem október 23-a volt valójában a forradalom kiinduló pontja, hanem akkor kezdődött, amikor az első szovjet katona átlépte a gerincét a Kárpátoknak, és vele együtt jöttek a moszkovita agitátorok. És szinte menetrendszerűen minden úgy történt, amint a Szovjetunióban is, felszámolták a pártokat, a földosztást hamar visszavonták, kollektivizálás lett, kizsegerelték a parasztokat, beverték a TSZ-be, nagy beadási rendszert kezdtek el, nem különben a munkásokat is, az értelmiséget deportálták, fölállították a gulágokat Recsken, azután a Tisza mellett és sok mindenfelé, és most derülnek ki azok a politikai perek, hogy valójában mik is voltak. Gondolok itt a Mindszenty perre, az összeesküvési perre. A Rajk perben csak az volt, hogy gyilkosok gyilkolták a gyilkosokat, és egészen ilyen rémséges világ, egy szinte apokalipszikus világgá lett Magyarország. És amikor Poznanban kitört a fölkelés, akkor valamiképpen erőre kaptak azok, akikben még volt merészség és bátorság, és kirobbantották a forradalmat. A forradalom igazi hősei azok a 15-től 25 éves korig lévő fiatalok voltak, a pesti srácok, vagy ahogy Déri is mondta róluk, a szent suhancok. Fekete Istvánnak van egy levele akkori időkből, levél Bécsbe barátomhoz, és megköveti a fiatalságot, hogy ti voltatok azok, akikről minden rosszat elmondtunk, hogy ti már semmire valók vagytok, de bezzeg még mi voltunk, mi akik megjártuk az első és második világháborút, és most megkövetlek benneteket, mert ti vagytok az igazi hősök, ti a hazátokért adjátok fiatal életeteket.
azok a fiatal srácok mára már megöregedtek. Alig vannak olyanok, akik még aktívan harcoltak volna, és köztünk élnek. De még sokaknak van emléke abból a korból, ha más nem szülei, nagyszülei elbeszélése alapján. Én egy pár évvel ezelőtt az ottani piasztéri megemlékezésen, a emlékparkban elmondtam, hogy nekem ez a óvoda volt 6 éves koromban a forradalomról való híreknek és megélésnek a helye. Hiszen a forradalom napjai előtt a Kossuth Lajos utcában laktunk, és amikor kitört a forradalom, arra mentem hazafelé, és térdig, vagy legalábbis bokáig turkáltuk a tanácsházán kidobált papírokat. Nagyon büszke voltam a kis Kossuth címeremre, és valami olyasmit tapasztaltam meg, hogy az emberek mások, mint korábban voltak. És a forradalom napjaiban költöztünk lovas kocsival, és jó emlékszem, itt puskás őrök álltak, majd pedig, amikor a Bicza Miklós idejött, hogy úgymond visszaállítsa a régi rendszert és rendet tegyen, a történetet az idősebbek jól ismerik, amikor őt már üldözőbe vették, miután ő lőtt meg előtte embert vagy embereket, akkor még máig is él Nagy István egyik óvodástársamnak az anyja, épp a napokban beszéltem erről vele az óvodában, vagy a öreg otthonban, hogy beszaladt ide és mondta az óvónőknek, ölik a Bicsát. Minket elengedtek az óvónők, menjetek haza a gyerekek, de akkor már mi ott laktunk, ahol most. És láttam, hogy óriási nagy tömeg van a Kubik Laci bácsi háza mögött. Hazamentem, anyámnak mondtam, hogy mi van ott. Jaj, gyerünk, nehogy apád is benne legyen ott, mert tudta, hogy nem fog kimaradni belőle, hogyha ott van ilyen forradalmi eseményekből. És akkor már csak azt láttam, mikor Bicza Miklós ott leterítve feküdt, be volt takarva, csizmáira másnap is, vagy emlékszem még most is, a másnapi napon arra, hogy túrták a disznók a vérét, amikor arra mentünk. Aztán jött a kegyetlen megtorlás, amit már én is rettegéssel fogadtam, mint gyerek, mert attól a szótól, hogy ávós, én úgy féltem, mint ördög a tömjén füstöl. És hát rokonságomból magát a plébánost is összeverték, és sokakat, és tudtam azt, hogy a rettegés ideje jött el. És ez volt az egész országban. És nem volt ennek számon kérése. Ez az igazságszolgáltatásnak egy óriási nagy hiánya. Mert a mai napig a náci bűnösöket üldözik. Ha találnak egy olyan embert, aki csak portás volt Auschwitzba, még mindig bíróság elé állítják. A tömeggyilkosok pedig ágyban és párnák közt haltak meg. Legalábbis mi úgy látjuk. De az Isten igazságos. Egy öreg pap mondta nekem, ne felejtsd el, az Isten már ebben az életben is visszafizet. És annak a korszaknak, amit magunk mögött hagytunk, ugye a legemblematikusabb figurája volt Kádár János. És mi történt vele? Megtébolyodott. A lelkiismeret furdalása ezt okozta. Mert nincs szúrósabb darázs, mint a lelki ismeret furdalás. És így mondják, hogy Grósz Károlynak ő azt mondta, hogy papot kérek, hiszen amikor nevel gyerek volt valahol, én azt a családot is áttételesen ismertem, elvitték őt abba az időbe templomba, de aztán egész másként alakult a sorsa. És talán volt is nála Bíró Imre, de már ő is meghalt, aki még koronatanúja lehetne annak, hogy egy vergődő ember valamiképpen ráeszmél arra, hogy mit művelt, és kéri valamiképpen az Istentől a bocsánatot. Igen, egy ilyen kort hagytunk magunk mögött,
amiben voltak hősök, árulók és megalkuvók. Az egyik legtisztább forradalmárt, Pongrász Gergelyt személyesen ismertem, barátságba kerültem vele. A holnapi napon oda megyek az 56-os kápolnához, ahol ő el van temetve, és azt a kápolnát én szenteltem föl, ami nem csak az 56-os hősöknek, hanem kérésemre Kapisztrán Szent Jánosnak a tiszteletére is lett fölszentelve, hiszen éppen október 23-án, 500 évvel ezelőtt a nándorfehérvári diadalt követően halt meg az a ferences pap, aki az akkori szabadság egyik hőse volt, mert segítette a keresztény seregeket, hogy 1456-ban győzzünk. És mint a föltámadt volna a lelke 1956-ban, 500 év után. És hát az a kápolnácska az 56-os vértanúknak az emlékére és Kapisztrán Szent János tiszteletére épült. És Pongrász Gergely mondta nekem, még máig nem tudom, hogy jól cselekedtünk-e. Mert amikor a Korvin közben elfogtunk egy magasrangú ávós tisztet, a többiek meg akarták lincselni. Én nem engedtem. Azt mondtam, a törvényes igazság elé kell állnia. Majd akkor feleltette ért, és nem volt bántódása, semmi baja nem történt a harcok idején. De aztán, amikor leverték a forradalmat, ő szabadon, illetve bosszú vágytól fűtve, azokat, akik ott voltak, feladta. És volt, akiket éppen ő miatt akasztottak föl, mert jól ismerte a forradalmároknak a személyeit. És ezt kérdezte, jól tettem, mert megmenekültek volna a barátaim. És a vívódásban azt mondtam, személy szerint biztos, hogy jó tette, mert irgalmasságot gyakorolt, az isteni az igazság szolgáltatás, de ő azt meg fogja tenni. Mert az a rendszer, amely ateizmusra, materializmusra, gyűlöletre, osztályharcra épül, az tartósan nem maradhat fönn. És éppen a mögöttünk lévő időszak bizonyítja. Vincenti Bíboros is a végén, amikor kiszabadították rétsági fogságából, mondott egy beszédet a rádióban, amit teljesen meghamisítottak, aminek igazi eredeti szövegét hallhatjuk most már, és olvashatjuk. És amikor bemenekült az amerikai nagykövetségre, hogy mentse magát a későbbi időkre a magyarok számára, ő föl volt készülve arra, hogy az oroszok betörnek az amerikai nagykövetségre, és őt elviszik. És hamarjában kézzel írt egy végrendeletet. Ez is olvasható. Még máig szól nekünk, hogy mit mondott. Üzente a magyaroknak. Azt mondotta, az orosz megszállókhoz és azok csatlósaihoz legyetek rideg tartózkodással. A szabad és független Magyarországhoz és a hősök sírjához legyetek hűségesek. Az elnyomás éveiben vonuljatok vissza a családi életbe, mert majd a családok fogják újra ezt a nemzetet fölvirágoztatni. És még azt is mondta, mindenki legyen hűséges a vallásához, és külön szólt még a katolikusokhoz. Mert láthattátok, írja Vincenti Bíboros, hogy a hitetlenség, istentelenség mit tud okozni az emberek életében. Igen. Hát ezek az események, ezek itt vannak, és ezeket nem szabad felejtenünk. Át kell adnunk. A mai világ éppen azt sugallná nekünk, hogy gondolkodjunk ilyen kozmopolita módon, hogy ott jó nekünk, ahol jó megy a sorsunk, ott van a hazánk. Nekünk itt van a hazánk.
és itt kell megmaradnunk őseink ezer éves földjén, amelyet annyi sok vér áztatott. Amikor főhajtással és tisztelettel gondolunk az előttünk járókra, hőseinkre, vértanúinkra, akkor azt a verset, amit a forradalom napjaiban Sinka István írt, ez a mellőzött paraszt származású költő, akinek verséből vettük a kétsoros mottót, vagy vették a szervezők a mostani ünnepre, én azt a kis verset teljes egészében, azt az egy verszakot felolvasom. Üdv néked, ifjúság! Üdv néked, ifjúság! Üdvözl légy, magyar nép, ki lángban és vérben születtél meg újra. Három nagy éjszakán vad ágyú dörgésében melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyt adott kezébe Isten ujja? S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor harsonáját fújja? Búcs igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokát.